Studiónk vendége Gulyás Tamás, a Békéscsabai Szőke és Társai Kft. zöldség és gyümölcs osztályának vezetője. Régi ismeretségünkre tekintettel tegeződünk, én nem nemcsak László vagyok. Hát üdvözöllek Tamás, itt körünkbe még egyszer. Beszélgetésünk apropóját az adja, hogy ilyenkor fordul a gyümölcs trend igazából, így késő ősszel, ősszel, egyre nagyobb szerepet kapnak immáron a déli gyümölcsök, az egészség megőrző fűszer és gyógynövények, és itt van már a disznótoros szezon is anyagunkon, amikor például a káposztának, savanyú káposztának nagy szerep jut. Hát kezdjük azzal, hogy, hogy milyen a trend most. Kezdjük most talán a gyümölcsökkel. Hogy látott te, hogy még a, az alma körte, szöllő tartja magát, vagy most már jönnek tényleg a déli gyümölcsök. Szia László köszönöm szépen a meghívást! Üdvözlöm a hallgatókat. Hát az igazság, hogy elindult a déli, déli gyümölcs szezon. A magyar, úgymond őszi terméke, őszi gyümölcsök jelen pillanatban uralkodók a piacon, az alma, a körte, a szőlő mind, mind még, dominálnak. És ezek magyarok jellemzően? Ezek jellemzően mind, 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 magyar. A déli gyümölcsöknél a banán fogyása indult el leginkább. Narancs, mandarin, igazából még várni kell rájuk, mert a görögországi késésben vannak. Pesti piacon azt mondják, még legalább két hét mire megérkezik a, az idei friss gyümölcsök, addig Szerintem átvészeli ezt a magyar gyümölcsök a kínál, a keresletet. Almából iszony, iszonyatos jó termést prognozáltak, igazából me, ö, be is jött, mert, mert van választék, kicsitől zöldtől mindenfajta megjelent a piacon. Nagyon bőven vannak, körtéből jó termés van, szilva viszont az, ami kevesebb volt, itt békés megyébe is, és ő már viszont fogyóba van. És ő, szilvánál is azt mondják, meg a Kalszinál is, hogy a fagy, a tavaszi a fagy, ugye azt tettbe a. Tavaszi fagy, igen. Pont a virágzáskor érkezett meg áprilisban az a fagy, ami a csabai termelők szerint legalább a 40-45%-át elvitte. Mint a szilvánnak, mint a sárga barasznak. Milyen volt a dínyes szezon? Mert most már ugye az kiment. Bár azt mondják, hogy a dinnye szezon most már egész évbe tart, de talán most már nincs semmilyen dínye, ugye? Vagy még mindig van? Hát most jelen pillanatban dél-afrikai még lehet Pesten találni a piacon, de már nincs szezonja. Termelőkkel, akik beszállítottak hozzánk, elégedett évük volt, nagyon meg voltak elégedve az évvel, mint a termés mennyiségben, mint az árral. Az idén nem volt olcsó dinnye, ha azt nézzük. Minőségileg a Minőségileg azt mondták, hogy a elmúlt évek egyik legfinomabb dinnyéje volt. Vásárolók is ezt jelezték? Igen, vissza igen, egyébként? igen mindenféleképpen. Nagyon sokat, nagyon sokat eladtunk, megyes környéke azért még mindig a dinnye, fellegvára Igen, igen, fellegvára itt. Nem csak békés megyén, hanem egész országban, de az már lecsengett, az már vége. Uh -huh. És az almánál nekem mondtál egy érdekességet. Én azt hittem, hogy az édes almák fognak legjobban. Milyen fajtákat keresnek Te erre? Engem megleptél a válaszoddal. Hát, leginkább, megmondom őszintén, nagyon sok javinai jár ki oda hozzánk a boltba, nagyker áron árulunk vásárolni. És ami a legérdekesebb, az idared, a savanykás alma az, amiből magasan a legtöbb fogy. Abból is van ilyen apró méretű, Úgymond iskoláknak való osztós, osztós méretű, kisebb, kisebb de, ö, apróbb, és abból fogy a legtöbb. Ugye jó, hogy ezt szóba hoztad az iskolákat, mert az is érdekes, hogy az iskolák pedig a kisebbeket keresik, és ennek mi az oka? És milyen gyümölcsöket keresnek a uzsonnára, tíz óraira, gondolom erre keresik a gyümölcsöket? A gyümölcsöt nem vághatnak az iskolába fel, amikor osszák és éppen ezért keresik egy kisebb alba egy óvodásnak, egy általános iskolásnak bőven elég. Ami leginkább fogyóba van az a, vagy amit legjobban keresnek az a, az alma, mellette körte, szilva, egy darab, két darab osztatták tíz óraira, akár ózonára, a szilvának a nagyságától függően. Amelyik nagyobbot természetesen egy darabot, ahol kisebbot két darabonként. Szőlő talán az, ami a legkevésbé fogyott a iskoláknak. És a, az iskolák szoktak egyébként déli gyümölcsöt is, amikor a déli gyümölcs szezon van, tehát az, mert az lehet, hogy nem annyira. Bár a téli szezonban lehet, hogy az se drágább már, mint az alma. Ö, igen, ez a tenderez beáll november elejé első hete után teljesen az iskolák átállnak. Az alma megmarad egész a fő vonalnak, és az mellett pedig akár a banán, akár a mandarin, akár a narancs. Azért az ára valamilyen szinten normalizálódni fog. Ott is azt a az osztós méretet idéző elbe szeretik. A hármas méretű igazából akár a mandarin, vagy ötös méretű narancs, ami nem kicsi, nem nagy, egy közepes méret, amit egy gyerek úgy gondolják, hogy, hogy egy uzsona után el tud fogyasztani. Ez egészen áprilisig ez a... Azt mondom, hogy ez a négy gyümölcs, ami, ami talán a legnagyobb horderejű. Az ilyen exkluzívabb gyümölcsök fogynak, mint a pomelo, kivi, ananász, talán... A, a kivi az igen... és békés Békésvár megyébe ez azért talán nem annyira jellemző. A, ki, a kivit azt még vannak konyhák, akik felhasználják, akik kiosztanak. De nem csak konyhákra gondolok, hanem vásárlókra is, a, a magánvásárlókra is. Kivit magasan viszi a lakos... A, abból elég sokat eladunk, elég jó, a vásárol, elég jó vásárolnak belőle. Pomelo az igazából nem, nem, nagy mértékben se a pomelo, se az ananász, se a gránátalma. Fogyogat belőle, de, de közös olyan tételre, mint a többi. És egy kicsit rátérve már, mert nem tudjuk, hogy a paradicsom az gyümölcs vagy zöldség, mindig azt mondják, hogy a termesztésileg talán zöldség, de amúgy fogyasztásilag meg inkább gyümölcs, nem tudom, én inkább zöldségnek tartom. Onnan jutott eszembe, hogy most már megy ki a szezonja, hogy például abból jön még bekülföldi, vagy még van magyar is, vagy egész szezonban van már akár magyar. Nem. nem. A, a magyar a. November közepe környékén az magyar termelés befejeződik. Ezzel a horribilis energiaköltséggel akár minden, fa, minden termelő nem áldoz a fűtése, hanem november közepéig a hideg fóliába termeltek. -e. Leérnek, leteremnek, és onnantól kezdve gyakorlatilag csak az import dominál. Spanyol, görög, török országból bejövő már most elkezdődött a piacon, mert azért jelen pillanatban elég nagy hiány van a paradicsomból. Magyar, nagyon kevés van viszont az importból még kevés jön be. Most hirtelen meg is ugrott egy héten belül az ára, majdnem a duplájára. Ha az árat mondod, a vásárlók mit néznek elsősorban? Az árat, a minőséget, azt, hogy hazait vásároljanak elsősorban, vagy azt, hogy hogy néz ki a termék? Nyilván a legelső ránéznek is, hogy összhatása milyen a terméknek. Most akár csak egy Szemmel ricsomra, vásárol először az, van, az ember, ugye? Így van. De viszont, viszont nagyon, nagyon érzékeny lett a, a társadalom. Mindig a legolcsóbbat keresik. Uh -huh. Ez igaz a zöldségekre, gyümölcsökre? Zöldség, mi? mindenféle. Igen, mindenhol. A, az az első, hogy... Az a hazaiinak el... van valami prioritása, elsőbsége? Amennyire évekkel ezelőtt megvolt a prioritása, egyre inkább háttérbe szorul. Egyre inkább a az ára. Az ára döntött, döntőek, igen. Nálatok érdekes az is, hogy nem csak első osztályú termékeket árultok, hanem másodosztályúkat is. És erről is mondta nekem egy érdekességet, például a banárról. Oszd már meg velünk, a hallgatókkal is. Érdekes, mert Tíz vásárlóból hét vásárló ott kezd az osztályos terméknél Szélyen nézni vásárolgatni. A másodos termék nem azt jelenti, hogy rossz minőségű, nem azt jelenti, hogy, hogy rosszabb gyengébb. maga a vagy gyengébb, hanem esetleg, esetleg esztétikailag nem olyan szép, esetleg petyes a banán, ahogy Akár petyes a banán, sárgarép a petrezselyem nagyobbak, úgymond konyhás méretűek, azért másodosztályúak, nem a, de nem fás, nem rágot. Esztétikailag még azt mondom, hogy még el is fogadható, és ez, ezek viszont sokkal jobban fognak, mint az első osztályú termék a lakosság körében. Mm -hmm. És egyébként a fogyásra visszatérve, még a gyümölcsökre is, mi fogyott legjobban itt a nyári szezonban? Mindig, amiben, én gondolom legelőször a, szabóca, amikor bejött. Utána mi az, ami, ami, rendkívül ilyen keresett volt, és téged is esetleg meglepett? Volt olyan? Volt. Az pedig a burgonya. Még nyáron a is a, mi az zöldségekből a burgonya, még nyáron sem gondoltuk, hogy, hogy a, akkora kereslete van. Nyilván elfogyott a importó burgonya április végén, majd májusban, hogy kezdődött az új burgonya, hatalmas nagy igény volt, kereslet volt rá. A gyümölcsöknél elkerdődött az eperrel, amire, a, amire azt mondom, hogy nagyon nagy keresletje volt. Finom volt a, akár a megyében eprek is, megye, és akár az országban. Még azt mondom, hogy az import eprek is igazából nagyon finomak voltak innen. Az epret utána felváltott a sárga dínje, sárga barasz, abból is viszonylag e, elég keresett volt az árához képest. Hát majd utána pedig... volt, gondolom drágább volt az ára. Igen, valamennyivel drágább, de annak ellenére úgymond ki voltak az emberek éhez vagy gyümölcsre. Majd hmm. utána érkezett a görög dínye, ami, ami, egész nyarat uralta. Sláger így, így van, így van. és, most még, a... és az alma az meg örök sláger. Ez meg örök sláger, de az inkább a augusztus közepén, ahogy elkezdik a korai almát, nagyobb mennyiségben leszedni, az onnantól elindul, majd jövő májusig, Nyilván valamikor január-februárban, amikor elfogy a magyar tárolókból a hazai alma, utána átváltanak lengyel, Engyel, osztrák a... almára, igen, de az végig tartja magát. Uh -huh. mint keresett. És a zöldségeknél mik a sláger termékek? Zöldségnél most jelen. Mondtad, hogy a burgonya. Az a, alap. Az alap a, hagyma. burgonya, vörös hagyma, és ami most nagyon keresett. Nyilván az egyik a halloween -tök, a november 1-ével kapcsolatban. Nagyon nagy divat lett, nagyon sokan vásárolják. Meg Halloween a Halloween tököt azt, én nem nagyon ismerem, csak azt, hogy kifaragják, és a ünephez, de meg is lehet enni is? Nem, nem. nem. Tehát senki nem... nem fogyasza. Mindenki csak faragnak, dísznek, viszi arra kettő-három napra. Igen, és már most megveszik? Mert... Igen, 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 már elindult. Egy egy hete áruljuk, mi de azért kezdtünk olyan hamar, mert már igény volt rá. Gonyhákra, ételmekre, szállodákba díszítenek szállodába. Gyulán több száz kilót elvisznek, éppen azért gyerekek érkeznek, ünnepi faragás lesz. Nagyon-nagyon nagy divatja lett. És a gondolom az ilyen, hogy Petrezselyem, Sárgarépa, ezek örökslágerek, nem? A, Ö, igen. Láb, nem tudom, inkább igen. nem mondjad, hogy mi, mert én csak találgatok. Örökslágerek, de viszont azt kell mondjam, hogy háttérbe szorultak. Egyre, az a tapasztalat, hogy egyre több ember jár kifőzdébe vásárolni, úgymond, hogy háttérbe szorul az otthoni főzés. Hétvégére még szoktak viszegetni, akár az éttermek, akár a lakossági vásárlók, vagy akár üzletboltosok, de hét elején nem jellemző. Nem, hmm. visszaszorult az elmúlt évekhez képest. Sőt, azt Is? mondom, amióta a Covid bejött, azóta nagyon megnőtt a, ezeknek a kis konyháknak a részesedése nagyon sok, úgy gondolom, hogy nagyon sok menüt eladnak, és egyre kevesebben főznek otthon hétköznap. Igen, és ti a termékeket jellemzően helyi termelőktől próbáljátok beszerezni, ami itt van, hát gondolom a banánt meg a narancsot nem, de mondjuk a karfioltól a krumplig, a karalábéig, zöldségig, répáig. Jelen pillanatban, jelen pillanatban büszkén mondom azt, hogy a, a zöldség, alma vagy hazai gyümölcsöknek a 90, 95 az itt megyei termelők termelik. Uh -huh. <coughs> <Csanád> apácától, <coughs> gyula, mékerék, doboz. Igazság szerint nagyon... <coughs> még van, meg lehet azokat a termelőket találni a sajnos idősebb korosztályba, akik még elhivatottak és... Köszönöm. És még termelnek. A déli gyümölcsöket az pedig heti három alkalommal Pesson a Nagybani piacról szerezzük be. De az egész évben így van, mert az a fő elosztó központja Magyarországnak. És ha Pester a nagybani piacot nézed, ott, eh, amit te veszel mondjuk Békés megyére, gondolom látod, hogy mások is mit vesznek. Van valami eltérés, hogy Békés vármegyébe mondjuk jobban fogy valami, mint ahogy látod, hogy mondjuk egy kollégád más valamit vesz? Vagy azért Szinte az egész országban ugyanaz a trend. Gyakorlatilag azt kell mondjam, hogy Pesten is a főslágerek azok, amit nálunk. Burgonya, vöröshagyma, répa zöldség kevésbé, déliből most jelen Almát nagyon sokat visznek, mert azért a szabolcsiak nagyon sok almát hordanak fel Pestre. Azt látom, hogy, hogy nagyon nagy mennyiségbe fogy az is. Igazából, ami békés megyében gyakorlatilag a sláger az az országban is a sláger. Aha ha már a krumplit meg a hagymát említettük, zsákosan is áruljátok természetesen. Most zsákosan vásárolják jellemzően az emberek, vagy kilóra. És inkább többször mennek, vagy megveszik és letárolják, mondjuk télire. Ezeket a burgonyákat, amit ilyenkor már árulunk, ezek már alkalmasak arra, hogy egész letárolják. Akik eljönnek vásárolni, a lakosság zöme zsákra vásárolja szoktuk ajánl ajánlani nekik, hogy sötét helyen, hűvösen, lehetőleg pincébe, olyan kamrába, ami valamilyen szinten szellőzik, szellőzik is, ilyen. szellőzik is. sötét legyen, és minél hűvösebb. Mert az a burgonya az gyakorlatilag február-márciusig, amit most megvesznek eláll. Ha sötétben, hűvös helyen el tudja tárolni úgy, hogy a a valamennyire szellőztetnek is rá, gyakorlatilag mi csirádni se kell. Hát meg az időnként át kell nézni, mert ha egy véletlenül valamitől megromlik, akkor az könnyen De Ezt úgyis is megérzik, akár már egy Érdemes azért néha is. átnézni, igen, gondolom. Igen. De ugyanez vonatkozik szerintem az almára is például, nem? Hát az almánál még nem látom azt a tendert. Tavaly később, november második felében, amikor jött idézőelbe a hidegebb, akkor indult be a vásárlás, úgyhogy láda számra, elvitték azt is uh, pincébe tárolni a lakosság, és akkor egész télen megvolt az almányunk. Vagy nézik az akciókat. Nálunk is szokott lenni novemberben egy nagyobb akció almával, uh, ahogy tudom, a konkurenc, konkurenciáknál is, meg a piacon, <coughs> meg bár... akár a piacon is, és olyankor általában nagyobb tétel bevásárolnak, amivel kihúzzák tavaszig. Egyébként az akció az még mindig nagyon vonzó, tehát ha valamire kiírod, hogy egy akciós termék. Mi igyekszünk is valóban, az az akció akció legyen. Nálunk úgy van, hogy úgy működik a cégünknél, hogy nagy kapnak akár zöldséget, akár gyümölcsöt, minden bejövő-vevő legyen az vállalkozó, legyen az lakosság és abban már azért egy kicsit nehezebb akciót, akciót csinálni, mert azért elég többi konkurenciához képest viszonylag jóval olcsóbbak vagyunk, de igyekszünk minden hónapban egy sláger terméket a zöldségből is, meg gyümölcsből is akcióztatni. Amiből azt mondom, hogy jobban fogy. Mm -hmm. És figyelj most, hogy jön a disznótoros szezon, meg egyáltalán itt a káposzta savanyításának az időszaka, ezt megérzitek? Tehát viszik a, ezeket a termékeket? Igen, észreveszük, és érdekes, mert a Idősebb korosztály ragaszkodik a laposabb fejük káposztához. Lazább szerkezetű fejek szebbek, a levelek másabbak, vékonyabbak a levelek, és az idősek azt mondják, hogy ezek alkalmasak a savanyításra. Más fiatalabbak nem annyira foglalkoznak vele, csak visznek savanyítani. De jelen pillanatban azt mondom, hogy a káposztának jelen pillanatban igazából most indul el a szezonja. Fokhagyma, az is kell a kóbázba fokhagymát a egész évben makói termelő szállít be nekünk, talán az, amelyik nem Békés megyében, mert azért a makói fokhajmának azt mondom, hogy valóban nem igazán van párja. Az a november második felétől a fokhagyma egészen februárig az a viszonylag sláger. Ott azért már javában benne vagyunk a kolbász gyártásba környéken, kis falvakban, mindenhol azért nagyon sok helyen csinálják a lakosság a kis házi kolbász, disznót vágnak, és nem csak a savanyúság, hanem a kolbász mellé bőven, bőven hordják a fokhagymát is. Ha mondod már a savanyúságot, annak is szoktak vinni egyébként különböző zöldségeket, tehát káposztát, mert sokan otthon csinálnak savanyúságot például. Hogy nem jellemző, hogy azt ott vászik, meg azt inkább, aki, akinek kertje van, az csinálja szerinted? Szoktak, van egy pár vásárlónk, akik rendszeresen egész évben megcsinálják otthon a kis vegyes vágottukat, alma paprikát töltenek, vagy simán csípősen megveszik nálunk, és ők sem van el, van, de ez a kisebb része. És itt is azt mondom, hogy az idősebb korosztály, aki még megcsinálja magukat. Gondolom ugyanígy van a gyümölcsnél, a befőtnek is, meg a lekvárnak is, hogy kisebb a és Főleg az idősebb. Jó, van kisebb. Aha, aha. Itt van már lassan az influenza szezon, meg a megfázás szezon, az ilyen fűszer, gyógynövények, most gondolok például a gyömbérre, például, ezek ilyenkor felfutnak valóban? Igen, határozottan azt mondom, hogy igen. Az egy augusztus legvégével, ahogy elindul a, a, a érdekes az iskola, onnantól kezdve egy látványos fejlődésnek indul. Mert sok szülő úgy van vele, hogy nőjön a gyereknek az ellenálló képessége, gyömbére a Reszelünk gyömbért, és citrommal keverve nagyon jó van állítólag. Sokan, sokan egyre nagyobb, egyre jobban népszerű a lakosság körében. Körében a... így van. És ez eltart egész május. Május közepe, amíg nem jön a jobb idő. Addig viszonylag sok gyömbért adunk el. Hát, Tomi, legyen sikeretek a gyömbérrel. Neked ne kelljen amiatt használni, hogy mondjuk megfáztál, vagy influenzás, vagy jó egészséget kívánok. Köszönöm, Örülök, viszont. hogy itt voltál. Gyere máskor is. Gulyás Tamást hallották, aki a Békés Csabai Szőke és társai Kft. zöldség és gyümölcs a vezetője. Még egyszer köszönöm, hogy itt voltál. Köszönöm szépen.